Miért erre esett a választás? Én először kisebbet akartam, és akkor mutatták, hogy ennek milyen funkciói vannak, meg ebbe tényleg azért az én barátaim nagyobbak, mint én. És úgy elgondolkodtam, hogy abban a kisebbe, ketten-hárman beleférjünk, ebbe, hogyha nagyon-nagyon szükösen, még öten is, de inkább négyen nagyon-nagyon kellemesen. És amikor beszoktunk ülni így négyen, tehát ezért is, és a másik, mutattak egy funkciót, ugye fölteszem így, aha, ugye mindegyik nagyon jól megy, és akkor én azt hittem, hogy hú, már nem rossz, így gondolkodtam, nem rossz, és akkor van egy ilyen benne. Ó, ott az erő, látom, az igen. És amikor ezt megmutatták, akkor azt mondtam, hogy nem érdekel a többi. Akkor gyakorlatilag eloszlathatjuk azt a téfitet, hogy egy ilyen puha falu masszázs medencében nem lehet elég erős a masszázs. Akkor te ezt abszolút el tudom oszlatni, hát ez látszik itt. És a kezelése. Szerintem sokkal könnyebb kezelni ezt, mint egy nem puha falut. A másik fele, hogy nyugodtan rátámaszkodhatsz, ráülhetsz. Stabil nagyon. Milyen sűrűn használod? Egy héten ötször biztos, hogy használom. Uh-huh. Akkor te abszolút élvezed az élettani hatásait. Én a csakózizásnak. Én élvezem az élettani hatásait. Tehát, sőt, hát volt már olyan, hogy hazaértem diszkóból, melóból. Ugye én alszom a kocsiban, mert sofőrrel járunk, és tudtam, hogy 9 órakor viszont már indulnunk kell, utaztunk el valahova, és akkor már nem feküdtem le, beleültem egy kicsit, egy fél órát, elbúcsúztam a jacuzzitól, hogy na most akkor egy hétig nem látlak, vagy két hétig, de majd jövök. És abszolút felüdülten tudtam elindulni másfél-két óra autóban alvás után is. Uh-huh. Tehát az utóbbi időben azért a hétvégi bulikban, ami legjobban megvisel, az mindig az utazás. Pécs, uh-huh. Szekszárd, Kőszeg, Nyíregyháza, messze vannak. Két-két és fél órás utazások oda, 2,5 óra vissza. Érzem a testemen, hogy fáj mindenem. És akkor rossz. Utána hazajössz és beleülsz, és kilazít. Ha nem is egyből, de aznap biztos, hogy beleülök, és ez megfelelően kilazít. Mennyi időt vesz igénybe ennek a karbantartása? Ha, aki így használja, mint én, annak keveset, mert ugye én naponta, tényleg egy-két naponta legkésőbb használom, és akkor mindig teszek be egy kis vízkarbantartószert, ha érzem, hogy az illata nem ez a, mert van egy ilyen alma illatú, direkt ilyen spás dolog, ami tök kellemessé teszi az illatát, azt öntök bele, úgyhogy olyan nagy karbantartást nem igényel. Ilyen intenzív használat mellett, mint ahogy én használom. Napi pár perc gyakorlatilag? Napi pár perc, és körülbelül olyan érdemes ilyen intenzív használat mellett picit sűrűbben cserélni, de hogyha így használjuk, mint most tegnap mondom, négyen beleültünk, akkor most után fogom tölteni, belemegy egy 100 liter víz, ez is már egy csere, ez egy frissítés, uh-huh. Tehát akkor nem kell olyan sűrűn cserélni, de én olyan másfél-két havonta azért leszoktam cserélni a vizet. És egyébként nagyon-nagyon gazdaságos, tehát ennek a havi fenntartása, nézve a fogyasztását, a mai energiaárak, tehát a 70-80 forintos kilowattóra díj mellett is ilyen havi 4000 forint. Komolyan mondod? Igen. Ennyiből kijön igen. A fenntartása. Igen. Azt köztudott erről a medencéről, hogy nagyon könnyű és nagyon könnyen áthelyezhető. Ez is egy szempont volt a választásnál, hogy szeretnéd mondjuk máshová tenni? Mert itt azért bőven van lehetőség elhelyezni bárhová ezt a medencét. Annak ellenére, hogy még nem nagyon hordoztam, csak kétszer helyeztük át, ennek ellenére célom ez. Tehát én szeretném majd hátra a tó mellé rakni le a szaunát, és akkor melléd a jacuzzit, és akkor a tavat, mint merülőtó használni. Úgyhogy abszolút egy ilyen cél. A téli időszakra esetleg fedél alá vinni, mert sajnos már nálunk nem, mert ha hó lenne, ha tudnám, hogy hó van, akkor tök jó benne kint lenni, de nálunk már inkább ilyen esős, havas esős időszak van, akkor azért jó egy tető alatt lenni benne, úgyhogy abszolút, most már elkezdem így hordozni. És egyébként ezt, hogyha az ember leszedi róla a motort, kiveszed belőle a vizet, amikor kitörlöm, ezt mindig úgy szoktam, hogy az élére állítom. Tehát ezt egyedül el tudom görgetni. Tehát egyedül simán, tudod áthelyezni? Abszolút. Tehát ez 60 kiló, azt hiszem, szerintem ilyen 60-70 kiló maximum maga a test. Nagyon stabil test, ennek ellenére nem nehéz, és abszolút egyedül, tehát hogyha kell, akkor simán átviszem bárhol. Pikpak könnyen át tudod mozgatni bárhol. Igen. Akkor elégedett vagy ezzel a masszázs medencével. Csillog a szemed, mikor erről beszélsz. A kettő kedvencedet meg tudtad mutatni, a grillezőt, meg a masszázs medencét. Igen, én azt gondolom, hogy elértem azt a célomat, amit szerettem volna megvalósítani fiatalabban, hogy én hazamegyek nyaralni. De jó ez.
és én nagyon szeretek otthon lenni. Én mindig, mind kérdezik is barátok, miért is játsz annyira haza? Nekem nagyon jó otthon. A Puafalu masszázsmedencét természetesen Roland is górcső alá veszi, így amíg elkészül a húsink, addig átadjuk a szót szakértőnknek. When I met you in the summer. Ez a masszázsmedence teljes keresztmetszetében egy polibond nevű hőszigetelő anyagból készül. A hőszigetelt testre egy olyan húzat kerül rá, ami megadja a masszázsmedencének a végső megjelenését. Belül vinilből készül, mint egy úszómedence, kívül pedig egy ilyen nagyon szép, bőrszerű, modern anyagból, ami védi az időjárás viszontagságaitól. Ennek a masszázsmedencének külön van a gépészet elhelyezve, mivel a kerek formájából köszönhetően nem lehet beletenni a gépészetet, csak a befogókat a kerektestbe. A medencében nincsenek előre kialakított masszázshelyek, ugyanis a kerekforma bárhol nagyon jelentős kényelmet ad, bárhova neki tudunk dőlni, és egy ilyen nagyon finom, puha érzéssel találkozunk. A végeredmény egy teljes értékű komplett masszázsmedence, ami annyiban különbözik az akril társaitól, hogy más alapanyagból készül, viszont minden olyan kényelmi szolgáltatás és automatizmus megvan benne, mint egy normál, modern masszázsmedencében. Ha visszaemlékszünk a Dallas című sorozatra, akkor Lucy-nek a South Forkban ilyen medencéje volt, és ebben dzsakuzizott nap mint nap. Ennek a medencének a telepítése roppant egyszerű, hiszen az egész csak 30 kg plusz a gépészet, ami szintén 30 kg, tehát bármilyen erkélyre, bármilyen teraszra, bármilyen magas helyre vagy kis terhelhetőségű pontra el lehet helyezni. Ne felejtsük el viszont, hogy ebben is víz van, 5-600 vagy 700 liter vizet teszünk bele, és emberekkel együtt már ez is nagyjából 800-900 kiló lesz. Egy másik előnye ennek a medencének, hogy nem igényel különösebb elektromos kiépítést, hanem egy kollektorba dugva a hálózatról el tud működni. A teljesítménye mindössze 800 watt, vagyis kb. Fele annyi áramot fogyaszt, mint egy porszívó, a fűtése pedig annyira gazdaságos, hogy a motoroknak a hulladék hőjét használja fel a víz melegítésére. Összegezve tehát, aki egy könnyen, gyorsan telepíthető, kis elektromos áramigényű masszázsmedencét szeretne, annak egy Puafalu medence nagyon jó választás lehet.